egyik kedvenc témám, amit nagyon sokszor hallok online vagy élő foglalkozásokon, ugye vagy amikor online tartok csoportot, vagy amikor élőben találkozunk a Didi és férfiak is jöhetnek önismeretbe, igen, csak sajnos nem szoktak nagyon jönni, hogy hát elhangzik ez a felismerés Andi szájából, Úristen, Viki, én most jöttem rá, hogy én narcisztikus vagyok. Ugye, hát ez, ez, ez szoktam hallani, és én ezzel mindig nagyon jókat szoktam kuncogni, Miért? A narcisztikus személyiség zavarnak az egyik ismérve az az, hogy az alanynak nincs igazán belátása arra, hogy neki narcisztikus személyiség zavara van, tehát mondjuk azt neki egy leírást, vagy egy könyvet esetleg el is olvassa, és utána értetlenkedve néz rád, hogy jó, de ezt most így miért adtad ide, hát, hogy ő nem ismert magára hogy hát az önreflexió az elég sokszor ő, hiányzik, illetve van a B oldala a grandi nárcinál, aki meg úgy használja ezt, hogy én nárci vagyok, mintha valami pozitív jelző lenne, de hogy igazából ez az önmagukra való mély reflektálás, ez, hát ezért ez rendszerint hiányozni szokott, és hát nem ők szenvednek, hanem a környezet, ugye hát azért járunk, meg jártunk mi pszichológushoz, meg pszichoterápiába, meg segítővel történő önismeretbe, mert hogy a nárci az a romokon ott áll egy hatalmas, nagy zászlóval, körbenéz, hogy na hát én milyen boldog vagyok, milyen egészséges, hát ez a sok hülye meg itt fetren körülöttem nem érti miért. Hogy a nárciknál ugye a, a környezet szokott szenvedni, nem maga a, a narcisztikus személyiség zavarral rendelkező, definíció szerint bántalmazó egyén. Na most, amikor magunkra ismerünk a narcisztikus személyiség zavarban, az ugye kicsit olyan, mint a 22-es csapdája, tehát hogyha már felismertem, akkor már általában nem lehetek az, de megnyugtatok mindenkit, hogy a személyiségzavaroknál, hogyha elkezdünk személyiségzavarokról olvasgatni, azért egy 10-20%-ban mindig magunkra ismerünk. Tehát, hogy nekem is vannak például narcisztikus jegyeim. Tehát az, hogy én videókat készítek, és akkor azt megnézik, meg lájkolják, meg megosztják, vagy hogy én előadásokat tartok, vagy itt osztom az észt, vagy fellépek, meg mozifilmet csináltunk, meg könyveket írok, azok nagyon erősen narcisztikus jegyek, amik arról szólnak, hogy én szomjazom a figyelmet, de én úgy vágyom figyelemre, hogy az nem a másik kárára történik, tehát én egy ilyen win-win helyzetre törekszem, hogy én tudjak figyelmet kapni, tudjak tudást átadni, te pedig legyél gazdagabb mondjuk azzal a tudással, vagy azzal az életszemlélettel, vagy élettapasztalattal, amit én átadok, de hogy én nem a másik kárára akarok élni, ez nagyon fontos. Tehát, hogy mindenkiben vannak narcisztikus jegyek, mindenkiben van narcizmus. Tehát az is, aki fest, kiállítást csinál, aki táncol, színészkedik, tanít, vagy otthon van a gyerekkel, bármi, hogy van bennünk Egészséges mértékben narcizmus, és ez teljesen rendben van. Ugye a probléma ott kezdődik, amikor az egész személyiséget elkezdi átszőni és széttorzítani a személyiség zavar, és akkor létrejön ez a nagyon én központú, nagyon empátiamentes, nagyon szeretetmentes állapot, amiben így az egész világ hülye, meg mindenki más hülye és én vagy mártír vagyok, hogy hát én csak jót akartam, vagy ugye grandiózus vagyok, hogy hát na, megjöttem, hassa mindenki. Illetve azért ez a kettő van, hogy így együtt jár, tehát hogy a self és az alulértékelt szelf azért a sok emberben megvan, csak ugye hiányzik a közepe, hogy a valóságban legyen. Tehát, hogy ameddig ebből nincs narcisztikus személyiség zavar, és jellemző Magyarországon nagyon sok embernek van narcisztikus személyiség zavara, nem véletlenül beszélek róla ennyit, elem, azért, mert hülye vagyok, és nem látok mást, hanem egy olyan országban, ahol 100 emberből 95 gesztenye és 5 ananász, akkor nyilván a 95 gesztenyéről fogok többet beszélni, és az 5 ananászról meg kevesebbet. Tehát nem az van, hogy én erre a témára annyira rá vagyok csavarodva, hogy már mindenkit lenárcizok, hanem az, hogy mi egy erősen narcisztikus bántalmazó társadalom vagyunk, és rengeteg ilyen ember van ebben az országban, tehát se szeri, se száma, plusz még amilyen sztorikat én hallok, tehát, hogy statisztikailag sok van, bár ugye nárcikról nincs igazán statisztika, csak azokról, akik ellátásba kerülnek miattuk. Szóval, hogy a jegyekkel nincs gond. Tehát azt szoktam mondani, hogy bennem is van egy 5-10% borderline, tehát amilyen filmeket, festményeket, zenéket én szeretek, ahogy néha tudom érzékelni a világot, főleg most itt az ősz, meg a fények, meg a színek, hogy azért bennem is van, meg hogy én tényleg azt szoktam hogy mondani, hogy anyanyelvi szinten beszélem a borderline, tehát én senkit nem értek olyan tisztán is érthetően, mint amikor a borderline-ok -ok jönnek a teljesen elvont dolgaikkal. Nekem az anyanyelvem, tök tisztán beszélem, tehát hogy bennem biztos van egy pár százalék, de nincs borderline személyiségzavarom, mert a kilenc kritériumból egy se illik rám. Nincs narcisztikus személyiségzavarom, nem reagáltam volna ilyen jól a pszichoterápiára, nem szenved a környezetem, nem a másik ember kárára élek, sajnos kialakult az empátiám, ami egy, egy, egy elég ritka adomány, de hát ennyi önismerettel, meg csoportélménnyel azért ez, ez szükségszerű volt, bár valakinek nem alakult ki, de hogy, de hogy nekem van beleérző képességem, tehát tisztán tudom érezni azt, hogy a másikban milyen folyamatok zajlanak, tehát ez már így rég üti azt, hogy nekem mondjuk narcisztikus személyiségzavarom legyen. De az, hogy magunkban felismerjük, azt, hogy van bennünk valami kellemetlen érész, az nem baj. Én azt szoktam mondani, hogy, hogy én a párkapcsolatomban egy nettó bántalmazó vagyok, engem az ment meg, hogy van önreflexióm, tehát rálátok arra, hogy én mikó vagyok fasz. És én saját magamat előbb idegesítem, mint a férjemet. Tehát amikor én már túltoltam a hülyeséget, meg már szekáltam, meg piszkáltam, akkor majd elfáradok magamtól, és akkor jelzem az embernek, hogy figyel most már így, nagyon, nagyon, nagyon hülye voltam, meg nagyon idegesítő vagyok, úgyhogy most már lekeverem magam. Tehát, hogy én azért rálátok arra, hogy mit csinálok meg, hogy mi történik bennem, szintén ritka ö, madárfaj, de hogy nagyon jó, hogyha az ember rálát arra, hogy mi az, ami benne zajlik, illetve talán az egyik legfontosabb szempont, hogy kiderítsük, hogy nárcik vagyunk-e, az az, hogy hogy van a környezetünk. Tehát nekem nagyon fontos ö, fokmérő az, hogy az én férjem hogy van. Tehát négy és fél éve ismertem meg, akkor volt valamilyen állapotban, és azt látom, hogy, ö, hogy egyre jobban van. Egyre több az önbizalma, egyre szabadabb, egyre inkább foglalkozik magával, önismerettel, segítőhöz jár. Sodálatosan fejlődik, ö, odafigyel, nagyon jó szíve van, önazonos, határokat húz, kiáll magáért. Tehát, hogy nekem nagyon fontos az, hogy aki az én közvetlen környezetemben létezik, most a férjemről beszélek, hogy az jól legyen. Tehát, nekem faktor, hogy a másik ember az boldog kell, hogy legyen. Ugye ezt szoktam neki mondani, akkor is boldog leszel, az meg, ha beledög lesz. Tehát, nagyon fontos, hogy hogy ő boldog legyen, hogy jól legyen. Tehát, hogy én nem az ő aksiát szívom, én nem az ő energiaháztartását viszem el, én nem abból akarok önbizalmat szerezni, hogy őt elnyomom. Ugye a jellemző nárci dinamika, hogy hát onnan akar szerencsétlen önbizalmat szerezni, hogy lenyomja a környezetét, hogy degradál, érvénytelenít, cinikuskodik, lekicsinyel mindenkit, ez milyen hülye, az milyen bének, de a bezegő, tehát, hogy én nem innen akarok önbizalmat szerezni, hanem az én önbizalmam az felépült egyéni meg a csoportos terápiák melléktermékeként. De, hogy nekem az nem öröm, ha a másik ember rosszul van. Ugye ez is üti egy kicsit a narcisztikus személyiségzavart, hogy én nem örülök a más kárának. Tehát, hogyha nem tudom, a férjem beveri a lábát, vagy mondjuk pénzt veszítene el, vagy egyre betegebb lenne, akkor én én annak így, így, így nem örülnék, hogy hú, de király lehet róla gondoskodni, hogy milyen kiszolgáltatott, meg fú, hát én mennyivel jobban vagyok. Tehát, hogy ez nem. Bennem is vannak olyan én részek, amiket hozok, ugye, és nagyon utálok. Tehát, hogy saját magamban is van olyan én rész, ami kibaszott zavar. és nagyon szenvedek tőle, és nagyon szeretnék változtatni rajta, tudok házi sárkány lenni, én ezt már több videóban elmondtam, hogy én borzalmasan rossz indulatú is tudok lenni, én is kipofázok embereket a hátuk mögött, meg én is tudok gonoszkodni, már nem velük, hanem ez így gondolatban zajlik, a cselekvés szinten próbálok normális és etikus lenni, hát nem könnyű, de hogy van egy csomó ilyen fekete részén, ezt így hívom, ami, saját magamban igenis, hogy, hogy, hogy eléggé zavar, de hogy én erről tudok, tehát nincs így lehasogatva, meg elhazudva, hogy ez nincsen, és én csodálatos vagyok, hogy én, én nem tartom magam egy fantasztikus, csodálatos embernek, én valahogy látom a világot, és senkit nem akarok arról meggyőzni, hogy nekem igazam van, én utálok vitatkozni, én már rég nem is vitatkozom senkivel, nekem mindenki jó úgy, ahogy van, meg ahogy a világot látja, de nagyon fontos az, hogy, hogy akivel közelebbi kapcsolatba kerülök, hogy az legyen jól. Egyrészt én már csak azokhoz tudok kapcsolódni, akik tényleg ilyen önazonosak, megdolgozták magukat, jó állapotban vannak, ugye ezért szenvedek úgymond emberhiányba, mert tehát ebbe az országban emberi kapcsolatokat építeni ilyen empatikus alapon, hát nem könnyű, mert hogy elég sokan vannak rottyon, és oda én már nem tudok kapcsolódni, Mondom ezt úgy, hogy nyilván én is voltam rottyom, meg még lehetek is. Szóval, hogy nekem az nagyon fontos, hogy saját magamra rálássak, és hogy monitorozzam a másiknak az állapotát. Abban a másodpercben, mikor én azt látom, hogy a másik elkezd rosszul lenni, hogy beszorong egy kicsit, vagy csökken az önbizalom, akkor riadót fújok, narancs riasztás, vészhelyzet, akkor valamit csinálni kell. Szóval, hogy nekem nincsen narcisztikus személyiség zavarom ha lenne, azt valószínűleg a legjobb barátnőm, terapeutáim vagy a férjem már jelezte volna, illetve tényleg, hogy, hogy, hogy én az elmúlt 46 évben akkorákat fejlődtem, így önismeret szempontjából, meg a saját személyiségem szempontjából, meg empátia, meg minden szempontjából, hogy ez azért, ha nárci lennék, nem lenne jellemző rám ennyire. Tehát, hogy nem baj, amikor magunkra ismerünk, hogy fúmi bántalmazók vagyunk, fúmi narcisztikusak vagyunk, nekem is szoktak lenni ilyen felismeréseim, hogy persze én is mondok bántalmazó mondatokat a férjemnek, és utána egyből kapcsolok, és elkezdem neki kinagyítani azt, ami bennem zajlik, és hogy most ezt miért mondtam neki, és mi történt bennem, és mi az, amitől félek, vagy mi az, amitől szorongok. Tehát tényleg engem csak az ment meg a bántalmazástól, hogy én elmondom a mögötte lévő szándékot, meg lelki mechanizmust, ami történik, ami ugye tök jó, mert a másik nem csak egy izét kap, hogy mi baszott be olyan hangosan az ajtót, hanem ugye elmondom mögötte, hogy mi van. És ez jó, és ez tényleg ehhez kellett sok, sok ezer óra önismeret. Tehát, hogy én is magamra tudok ismerni egy csomó mindennel kapcsolatban, és úgy vagyok vele, hogy jó, hát akkor ez is így a, az én részem, meg ez is így bennem van, de hogy, de hogy engem személyiségzavar szinten nem jár át ez a narcisztikus személyiségzavar, mert akárhogy csűröm, csavarom, nem jön ki a, akármilyen tesztből, ami mondjuk található az interneten, vagy bárhol olyan magas pontszám, mint amire azt mondhatnám, hogy na, akkor nekem narcisztikus személyiségzavarom van. Múltkor csináltunk egy ilyen tesztet pont a, a férjemmel, és nekem magasabb pont szám ki mindenki, úgyhogy ez kurosokat röhögtem. Nem a személyiség zavar rész, hanem inkább ez a, ez a figyelemre, ez a figyelemre vágyás. Meg hogy, én nem tudom, ilyen túlhatározott, vagy nem tudom, én nem tartom magam túlhatározottnak, szerintem csak határozott vagyok, meg nem tudom, önbizalmam. De hogy tény és való, hogy, hogy én azt a figyelmet, amit régebben nem kaptam meg, vagy nem tudom, évtizedek alatt nem kaptam meg, vagy szükségem lett volna rá, azt a figyelmet én felnőtt koromban valahonnan próbálom bevasalni. De meg én ezzel tisztában vagyok, tehát én nem ámítom magam, hogy én azért csinálom a videókat, vagy azért tartok előadásokat, mert hogy, hogy, ez, hogy én önzetlen jó szívű ember vagyok, hanem azért, mert én ebből ki tudok venni egy csomó mindent, ami engem tölt. De ez nem baj, mert etikusan történik. Tehát nem az van, hogy én így embereket lehúzok százezrekkel, meg milliókkal, meg átbaszom őket. Tehát nem ez én erkölcstelen, gátlástalan, szociopátiás módon csinálom. Ha nem van egy ilyen etikai keretrendszerem, hogy én átadok tudást, azért mondjuk az emberek fizetnek, én veszek tudást mástól, azért meg én fizetek, hogy ez itt tökre rendben van, de ez nem a narcisztikus személyiség zavarnak a jellemzője. Úgyhogy csak szeretnék megnyugtatni mindenkit, a nárcikat nem, de nyilván ők fognak a legjobban megnyugodni. Szóval mindenkit szeretnék megnyugodni, aki azon pörög, hogy bántalmazó, Hogyha már ezt így nagyon mélyen felismerjük, meg szorongunk rajta, meg utána olvasunk, meg segítséget kérünk, hogy azért az általában már így oké. Okay. És tényleg, hogyha utána olvasgattak a személyiségzavaroknak, akkor, akkor egy csomó minden azt fogjátok mondani, hogy Jézusom, mennyi minden stimmel, de hogy ez rendben van, és ez még nem jelenti azt, hogy nekünk nem tudom, milyen személyiségzavarunk van. Nyilván, hogyha kitöltesz egy olyan tesztet, ahol a, ott vannak a személyiségzavar jellemzői, és az az eredmény jön ki, hogy hát hogy durván illik rád, akkor még mindig lehet segítséget kérni, el lehet menni pszichológushoz, pszichoterápiába. Vannak manapság nagyon jó gyógyszerek, még nagyon jó terápiás eszközök, tehát nem kell akkor sem megijedni. Tehát ez nem egy halálos ítélet, mikor az embernek azt mondja a segítője, hogy én nem tudom, depressziós, vagy borderline személyiség személyiségzavara van, vagy akármi szó, szóval, hogy, hogy ettől így, tehát hogy nem omlik össze a világ, tehát Somó mindenre van már, nagyon jó módszer. Nyilván a narcisztikus személyiség zavar olyan, hogy igen nehezen terápiázható, tehát hogy nagy sikerélményeket szerintem nem tudnak felmutatni a pszichoterápiák ilyen jó erős nácikkal kapcsolatban, de vannak más személyiségzavarok, amikkel meg nagyon szépen, meg nagyon jól lehet haladni, úgyhogy csak azért csináltam ezt a videót, hogy, hogy nem kell egyből azt gondolni, hogy Atya Úristen, akkor én egy nettó bántalmazó vagyok itt a világ vége, nem tudok rajta változtatni, mert a változáshoz és a változtatáshoz pont az kell, hogy én valamitől elkezdjek szenvedni. Tehát az egy tök jó fonál, tehát itt a kis gombóc fonal, és akkor itt van a vége, tehát az tök jó, hogyha úgy kopogtatunk be a pszichológushoz, hogy szorongok, mert azt érzem, hogy bántom a környezetem. De tök jól el lehet indulni egy terápiás folyamatban ezzel, hogy igen, na, akkor ettől fél, nézzük meg, szokás szerint, gyerekkor, család, nem tudom micsoda, és akkor lehet ezen melózni, de hogy nem kell magunkat leírni, diagnosztizálni, hát azt nálam jobban senki nem szeret a földön, tehát hogy az lehet, azzal nincs gond, de hogyha nem vagyunk biztosak valamiben, akkor nyugodtan keresünk egy pszichológust, és akkor vele beszéljük át ezt a dolgot, hogy most eltaláltuk, vagy nem találtuk el. Jó? Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!